Köszöntök mindenkit! 2021. február 10-től a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár könyvtári cserepontszolgáltatást indított, melynek keretében előzetesen igényelt könyveket lehet kikölcsönözni. A könyvigénylés leggyorsabb módja az online katalógusban történő előjegyzés. Ennek a használatát mutatja be ez a rövid videó. Nagyon fontos, hogy ugyan az előjegyzési szolgáltatás alapvetően térítéses szolgáltatás, a járványhelyzet miatt a könyvtár visszavonásig ingyenessé tette azt, tehát jelenleg költség nincsen. A katalógus a www.fszeg.hu oldalon keresztül érhető el. A katalógusba kétféleképpen is bejelentkezhetünk. A honlap bal oldalán találhatjuk ezt a bejelentkezés panelt, ahova az olvasói vonalkódot, illetve a jelszót beírva már is a katalógus felületére érhetünk, vagy pedig a gyors keresőmező mellett található katalógus gombra kattintva is elérhetjük a katalógus felületét. Előjegyezni azok az olvasóink tudnak, akik kölcsönzésre jogosító érvényes tagsággal rendelkeznek, illetve abból a könyvtárból tudnak előjegyezni, ahol a tagságuk érvényes és a keresett dokumentum megtalálható. Bejelentkezni a jobb felső sarokban található bejelentkezés gombra kattintva lehetséges. A bejelentkezéshez meg kell adnunk az olvasójegyünk vonalkódját, illetve a hozzátartozó jelszót. A vonalkód megadásánál a teljes számsort szükséges megadni, a jelszó pedig alapértelmezés szerint a születési hónap nap. Visszatérve a bejelentkezési űrlapra, elkezdem begépelni a vonalkódszámot, amit a rendszer korábban már meg is jegyzett, és a hozzátartozó jelszó, tehát az a 4 jegyű szám, amit a születési hónap napunk ad ki, ezt követően a belépés gombra kell kattintanunk. A sikeres bejelentkezés után a saját olvasói adatainkat láthatjuk. Az első fül a könyvtáraim nevet viseli, és itt láthatjuk azokat a könyvtárakat, vagy azt a könyvtárat, ahova a tagságunk érvényes. Az az olvasójegy, amit most a szemléltetésre használok, két könyvtárba is érvényes, a központi könyvtárba, illetve az Üllői úti könyvtárba. A központi könyvtárnál láthatjuk, hogy 2 érvényes kölcsönzés van, 2 darab könyv, amiknek láthatjuk és folyamatosan ellenőrizhetjük a lejárati idejét, illetve látható az, hogy az Üllői úti könyvtárban nincs kölcsönzés, nincs tartozás és nincs előjegyzés. A második fülön, az adatoknál ellenőrizhetjük a személyes adatainkat, és az e-mail címünket például aktualizálni is tudjuk, hogyha esetleg megváltozik. A harmadik fül is nagyon hasznos, a kölcsönzés történet, ahol a lekér gomb megnyomásával le tudjuk kérni a múltbeli kölcsönzéseinket. Ahhoz, hogy előjegyzést tudjunk kezdeményezni, ahhoz meg kell keresnünk azt a dokumentumot, amit szeretnénk előjegyezni. Ennek több módja is van, az egyszerű keresés és az összetett keresés közül érdemes választani akkor, hogyha konkrét könyvet keresünk, és a böngészést ajánljuk akkor, hogyha inkább a meglévő címek között szeretnénk böngészni. Most a bemutatandó példákban konkrét könyveket fogunk megkeresni, ezért az összetett keresés lehetőséget választom. Már is betöltődött az űrlap, és látható, hogy még mielőtt elindítjuk a konkrét keresést, már is megadhatunk különböző szűkítő feltételeket. Az első és nagyon hasznos szűkítő feltétel a lelőhely. Ennek az olvasójegynek 2 könyvtárba van érvényessége, tehát érdemes ezeket a könyvtárakat kiválasztani, hogy csak azok között a dokumentumok között keressen a rendszer, amik az adott tagkönyvtárakban megtalálhatóak. Elsőként a központi könyvtárat pipálom ki, majd ezt követően megkeresem az Üllői úti könyvtárat, itt is van, és hogyha ez mellé is beteszek egy pipát, akkor ugye mindkét tagkönyvtár dokumentumai között keresni fog a rendszer. Látható is a mezőben, hogy megjelent a szűkítő feltétel. Amit még javaslok, az a dokumentum típus szerinti szűkítés, hogyha kimondottan könyveket keresünk, akkor azért érdemes kiválasztani itt a könyvet, mert akkor az esetleg a keresett könyvekből készült filmváltozat vagy hangos könyvváltozat nem fog megjelenni a találati listában. Hogyha lejjebb görgetek, akkor már is megadhatjuk a kereső szavainkat, amik konkrét könyvek esetében a szerző és a cím.
Elsőként Grecsó Krisztián Vera című könyvét fogjuk megkeresni. Az előzetes lista föl is ajánlja a szerzőnek a nevét, majd a címmezőbe beírom még a következő keresőszót. Itt látható, hogy az előzetes lista nem igazán használható most számunkra, ezért egy kicsit mellé kattintok a mezőnek, és akkor eltűnik ez a prediktív lista. És van még egy hasznos szűkítő feltételünk, méghozzá ez a csak a kölcsönözhetőeket. Hogyha ezt kipipáljuk, akkor olyan találatokat fogunk látni, amikhez tartozik kölcsönözhető példány, tehát így várhatóan előbb fogunk hozzájutni a keresett könyvekhez. Hogyha minden szűkítő feltételt beállítottunk, akkor a keres gombot kell megnyomni. Már is betöltődött a találati lista. Látható, hogy kettő darab 2019-es kiadása van ennek a műnek, és magukat az elérhető példányokat a részletek gombra kattintva érhetjük el. Ilyenkor betöltődik a dokumentumnak a teljes részletes leírása, ahol megtekinthetjük a további szerzőket, megjegyzéseket, szakkönyveknél a tárgyszavakat, ISBN számot, és hogyha lejjebb görgetünk, akkor látható az, hogy melyik tagkönyvtárunkban hány példány található meg ebből a műből. És ahhoz, hogy az előjegyzést elindítsuk, ezen az oldalon jelenik meg ez az előjegyzés gomb, amire most rá is kattintok. Ilyenkor egy kis várakozás után betöltődik az előjegyzés űrlap. Már látható is, fussuk át az itt látható mezőket. Az első az átvétel helye. Itt ki tudjuk választani azt, hogy melyik tagkönyvtárban szeretnénk átvenni a dokumentumot. Értelemszerűen ezt csak azok az olvasóink látják, akiknek több tagkönyvtárba is van érvényes beiratkozásuk. A következő kiválasztható lehetőség a más kiadás is megfelel. Szakkönyveknél ezt nem biztos, hogy célszerű kiválasztani, de szépirodalmi műveknél érdemes bejelölni, hiszen így elképzelhető, hogy előbb jutunk hozzá a keresett műhöz. Több kötetes műveknél megadhatjuk azt is, hogy mely kötetre vagy kötetekre van szükségünk, illetve hogyha van még bármilyen olyan információ, ami hasznos lehet a könyvtáros számára, vagy pontosíthatja azt, hogy nekünk pontosan melyik dokumentumra vagy melyik kiadásra van szükségünk, akkor azt itt pontosíthatjuk. Amikor az űrlapot kitöltöttük, akkor a kérés elküldése gombra kell kattintani. Ilyenkor a rendszer feldolgozza a kérést, és amennyiben megjelenik ez az ablak, ezzel az információval, hogy az előjegyzési kérést rögzítettük, akkor vagyunk kész az adott mű előjegyzésével, és az ablak bezárása gombra kattintva folytathatjuk a keresést. Még egy dokumentumot lekeresünk. Látható egy ilyen gomb, ami azt a nevet viseli, hogy keresési feltételek törlése. Ezt akkor érdemes megnyomnunk, hogyha teljesen új keresést szeretnénk indítani, de hogyha a keresési feltételek egy részét szeretnénk megőrizni, akkor lehet, hogy célszerűbb átírni a keresőmezőkben lévő információkat. A következő mű Rejtő Jenő Piszkos Fred című könyve lesz. Én nem írom végig a címet, megnyomom a keresés gombot, és már is betöltődik a találati listánk. Már is láthatóvá vált, és ez egy nagyon jó példa arra, ami megmutatja, hogy a találati listát mindenképpen érdemes jobban megnézni, hiszen látható, hogy a Piszkos Fred című könyvnek van képregény változata is, és hogyha mi az eredeti művet keressük, akkor egy olyan találatot kell keresnünk, ez például annak tűnik, hogy itt a részletek gombra kattintok, megvárjuk, amíg betöltődik a műnek a leírása, és hogyha a leírás alapján úgy látom, hogy ez a számomra megfelelő mű, akkor ismét az előjegyzés gombot kell használnom.
meg is jelenik az előjegyzési űrlap, és látható, hogy az előző példától annyiban eltér, hogy az átvétel helyét itt nem tudom kiválasztani. Ennek az az oka, hogy a mű adott kiadásából kizárólag a központi könyvtárban, tehát a Szabó Ervin téren érhető el, kölcsönözhető példány. Amennyiben más kiadás is megfelel, akkor ezt megint kipipálom, és a kérés elküldése gombra kattintok, hogyha más megjegyzést nem szeretnék hozzáfűzni. Ismét megjelent az előjegyzési kérést rögzítettük ablak, bezárom az ablakot, és most a végén megmutatom azt, hogy hogyan lehet ellenőrizni azt, hogy milyen előjegyzéseink vannak. Ismét az olvasói adatokra kattintok, itt a jobb felső sarokban, és amint betöltődnek az olvasói adataim, akkor a könyvtáraim fűre kattintok. Itt a központi könyvtárnál láthatom azt, hogy a továbbra is látható kölcsönzések alatt megjelent a két előjegyzett mű. Látható, hogy a státusz mindkét műnél igényelve feldolgozás alatt, illetve megjelent mindkét műnél egy lemondás gomb. Ennek az az oka, hogy ha időközben sikerül máshonnan megszerezni a könyvet, akkor bármikor vissza lehet mondani a kérést. A státusz az változhat és változni is fog. Az igényelve feldolgozás alatt azt jelenti, hogy mi már leadtuk a kérést, de a könyvtár még nem kezdte meg annak a feldolgozását. A teljesítés folyamatban azt jelenti, hogy már megkezdődött a művek keresése, majd a beérkezett átvehető státusz jelenti azt, hogy a könyvet előkészítették, és lehet jönni érte a könyvtárban. Nagyon fontos, hogy erről e-mailt is küldünk, tehát mindenképpen csak az e-mailes értesítés után induljanak el a könyvtárba átvenni a dokumentumokat. Még egy státusszal találkozhatunk, méghozzá az elutasítva státusszal. Nagyon ritkán előfordul, hogy valamilyen oknál fogva nem tudjuk teljesíteni a kérést, ilyenkor ez a státusz jelenik meg, de erről is küld értesítést a rendszer. Amennyiben az előjegyzési kérésünket nyilvános gépen, vagy nem a saját számítógépünkön adtuk le, akkor a jobb felső sarokban ne felejtsünk el a kijelentkezés gombbal kilépni, és ezt követően már csak az e-mailjeinket kell figyelni, hogy mikor jöhetünk a könyvtárba a dokumentumokért. Köszönöm szépen a figyelmet!